Sziasztok! Mivel nagyon sokan kíváncsiak voltatok arra, hogy mit is eszem egy nap alatt, ezért úgy döntöttem, hogy készítek erről egy videót. Csinálok nektek egy reggelit, egy ebédet és egy vacsorát, illetve bemutatom azokat a snackeket, amiket általában napközben szoktam fogyasztani. Nagyon érdekes, hogy most, hogy kisbabát várok, tulajdonképpen az első trimester után egyáltalán nincsenek cravingjeim, tehát ilyen őrült kajakívánóságaim, illetve egy nagyon picivel eszek többet, mint amennyit szoktam, úgyhogy igazából ez a vlog most mindenkinek releváns lehet. Tulajdonképpen azt fogom megmutatni, hogy annyit eszek, mint bárki más, és tulajdonképpen ugyanazt eszem, mint bárki más, úgyhogy ne aggódjatok. El is kezdem a reggeli készítését, ami egy avokádós, tükörtojásos, sajtos, puffasztott rizs szeletes kis csoda lesz, aminek nincs neve, ezt én csak így kitaláltam, föltaláltam. Bio olívaolaj. Általában olívaolajjal szoktam főzni, és nem szeretem, hogyha most éppen a só akar nekem. Jó, megvan. Általában olívaolajjal főzök, és nem szeretem, hogyha túl sok a zsírodék a serpenyő alján, így fura nem fura, van, hogy egy papírtörlővel egy kicsit kitörlöm, hogy semmilyen fölösleges olaj ne legyen benne. Ez nem egy diétás dolog, egyszerűen csak nem szeretem, hogyha tocsog a zsírban a kaja. Nagyon egyszerűen szoktam fűszerezni, általában himalájai sót használok, borsot, és csilit. Nagyon erős csilit. Úgyhogy ebből csak egy icipitit szoktam feltenni, rátenni a kajára, és én reszelt sajtot szoktam rárakni a tükörtojásra, egyszerűen isteni lesz tőle. Ezt már akkor ráteszem, amikor a tojás tulajdonképpen még el sem kezdett fehéredni, hogy mi alatt átmelegszik a tojás, a sajt szépen olvadjon rá. Amíg a tojás süledezik magában, előkészítem az avokádót. Nagyon érdekes, mert sikerült olyan pici avokádókat vásárolnom, én még ilyet nem is láttam, írtó picikék. Viszont ennek az az előnye, hogy egy egészet föl tudok használni, máskor csak egy felet szoktam, amit utána elteszek, a másik felét elteszem a hűtőbe, és vagy bebarnul, vagy nem. Ez így most tök jó, mert ez pont egy adag. Kézzel szoktam megpucolni az avokádót, azt szoktam mondani, hogy akkor érett és jó egy avokádó, hogyha nem kell kikanalazni a héjából, tehát így le tudom kopasztani. Az avokádókat felszeletelem, vagyis az avokádó feleket. A felszeletelt avokádót egyszerűen ráhelyezem a puffasztott rizsre, és ez képezi az alapját ennek a kis reggelinek. Mi alatt ezzel elkészülök, általában a tojás is pont jóra szokott sülni, úgyhogy meg is nézem. És tökéletes. Ennél a reggelinél szerintem egyszerűen nincsen finomabb, és hogy egy picit földobjam, és még egészségesebbé tegyem, friss zöldséget szoktam szeletelni hozzá, vagy paradicsomot, vagy kaliforniai paprikát. Én ezt nagyon szeretem, és együtt ropogtatom el ezzel a reggelivel. Ebéd előtt van, hogy egy picit megéhezem, ám a snackeket nem szoktam túl gondolni, általában egy banánhoz, egy almához szoktam hozzányúlni. Esetleg, nagyon vicces, de pont a Starbucksban lehet kapni ilyen vegán, bio, gluténmentes és nyers kókuszreszelék alapú csokoládé ízű snackeket, három ízesítésben vannak, és általában egyszerűen veszek egy ilyet, és teljesen eltelít. Imádom őket, mind a három ízesítést, amit lehet kapni. Vagy egyszerűen bemegyek egy bioboltba, és ott is lehet kapni ilyen hasonló kis vegán nyers szeleteket. Ez nekem tökéletesen elég.
Ebédre készítek egy isteni kis tészta salátát, illetve mivel most meleg lesz a tésztánk, egy zöldséges tésztának is, egy tonhalas zöldséges tésztának is nevezhetjük. A víz már forr, ami nagyon-nagyon fontos, és ezt a konyhafőnökben tanultam meg, hogy amikor krumplit vagy tésztát főzünk, mindig telerakjuk olajjal, telerakjuk sóval, mert sokkal finomabbra, puhábbra fog megfőni, viszont az össze, tehát hogy az ízén összesen nem érződik, és még úgy is meg kell sózni. Úgyhogy a forrásban lévő víz most kap tőlem egy jó nagy adag olívaolajat, és kap tőlem egy jó nagy adag himalájasót. Hoppá! Nem számoltam a pocakommal. Majd kap tőlem egy jó nagy adag tésztát is. Amúgy, ha csak egymagamra főzök, akkor azt szoktam csinálni, hogy fogok egy kis tálat, vagy azt a tányért, amiből majd a tésztát enni fogom, és tulajdonképpen csak annyi tésztát főzök meg, ami abba belefér. Mert az még a vízzel megszívja magát, még úgy is több, mint egy adag. De most, hát ez 300 g, én ennek az egyharmadát, majdnem a felét megfőzném. Így is tudom, hogy sok lesz, de finom lesz. Hát ez több lett, mint a fele. Egy icipicit fölkavarom. A tésztát nem érdemes mindig kavargatni, de néha rá szoktam nézni, mert van, hogy letapad az edény aljára, és annál nincsen idegesítőbb, amikor nem jön ki az egész tészta, és aztán még vakarászni is kell majd az aljáról tisztítás során. Miközben fő a tészta, én előkészítem a zöldségeket, fölvágom azokat, amiket a tésztához fogok adni. Ebben megint lesz avokádó, paradicsom, uborka, egy pici cukkini, és aztán egy kis tonhalkonzerv. A zöldségeket előre megmostuk, úgyhogy ne aggódjatok, senki nem fog bakteriális fertőzésbe meghalni. Úristen, nem néztem meg, hány percig kell főzni a tésztát. Mert hogy ez egy gluténmentes tészta, és ez csicseri borsóból készült, és barna rizsből, és azt írja, hogy 9-10 perc. Voilà. A cukkinit és a paradicsomot egy icipicit meg fogom pirítani, a többi zöldséget azonban nyersen fogom beletenni a tésztába. Csak azért, mert a paradicsom pirítva egy kicsit ilyen toszkánai, mediterrán feelinget ad majd a tésztának, a cukkinit meg egyszerűen nem szeretem nyersen. Amíg a tészta kihűl és összekeverem a zöldségekkel, elkezdem pirítani a zöldségek másik felét, azaz a paradicsomot és a cukkinit. A cukkinivel kezdem, mert általában annak több időre van szüksége, a paradicsomot csak egy pár pillanatra akarom odasózni. Ehhez nem használok külön edényt, mert aki egy háztartásban otthon van, az tudja, hogy tök felesleges. És most hagyom, hogy a cukkini kiizzadja a levét. Nagyon finom lett. Valamelyik nap találtam a boltban mézdínyét, amit nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy délutáni snacknek tökéletes lehet, hiszen általában szintén csak egy kis gyümölcsöt szoktam enni. Reggeli snack, ebéd snack, vacsora. A vacsorát sem szoktam túl gondolni, általában a nap végén már nem szeretek nehéz kajákat enni, úgyhogy most egy kis édesburgonyát fogok pirítani cukkinivel, le fogom önteni tök magolajjal, és amíg forró, rászórok megint egy kis sajtot, hogy ráolvadjon. Ez szerintem tökéletesen elég. Megy. Megy az édesburgonya, megy. Megy az édesburgonya, megy. A zöldség is készen van, és nincs más hátra, mint hogy kitálaljam, megszórjam sajttal, és leöntsem nagyon finom tökmagolajjal. Mm.
Et voilà, amit egy nap eszem. Jó étvágyat nektek is!